Ebben a mostani videóban a nyers virágporról és a nyers mézről lesz szó. Üdvözöllek itt, Ühely Szabolcs Zoárd. A nyers méz az a méz, amit nem hevítenek fel 45 Celsius fok fölé, nem pasztorizálnak és nem ultraszűrnek, azaz csak a szennyeződéseket veszik ki belőle. A szupermarketekben lévő méz 99%-a sajnos felhevített, pasztorizált méz, melynek így semmiféle terápiás tulajdonsága nincs, lényegében csak folyékony cukor. A méhészek többsége egyébként azért melegíti és pasztorizálja a mézet, hogy egyrészt gyorsabban be lehessen adagolni az üvegekbe, illetve másrészt, hogy folyékony legyen, mert az emberek a folyós mézet inkább megveszik, mint a szilárdat. Azért lesz folyékony a méz a felhevítés hatására, mert megváltozik benne a cukroknak az aránya a rosszabb minőségű cukrok javára, pontosabban megnő a glükóz mennyisége a mézben. A mézekben található fruktóz, glükóz, maltóz és szaharóz is. A méz minőségét nagyban befolyásolja a benne lévő cukrok aránya, illetve ez meghatározza azt is, hogy mikor fog kristályosodni. Minél hamarabb kristályosodik egy méz, annál nagyobb benne a fruktóz mennyisége, és annál kisebb a glükóznak az aránya. Illetve terápiás szempontból általában jobbak a hamarabb kristályosodó mézek, tehát amelyekben a fruktóz jóval nagyobb arányban van jelen. Így például a sokak által kedvelt akácméz, mely a legkésőbb kristályosodó mézeknek egyike, sajnos terápiás szempontból az egyik leggyengébb. A nyers méz tehát teljesen olyan állapotban van, ahogyan azt a természetben a méhek létrehozták. Tartalmazza az enzimeket, a vitaminokat, sok polifenol vegyületet, melyek egyébként ugye a hő hatására elpusztulnának. Hasonló a helyzet a virágporral is. A méhészek, amikor begyűjtik a kaptárból a virágport, a legtöbb esetben kiszárítják, például kiteszik a napra, hogy távozzon belőle a folyadék, vagy egyéb más módszereket alkalmaznak. Ezt azért csinálja a 100-ból 99 méhész, hogy hosszú távon könnyen és költséghatékonyan lehessen tárolni a virágport. Viszont így a hű hatására, a szárítás miatt rengeteg fontos mikrotápanyag távozik a virágporból. Az a virágpor, ami abban a formában van, ahogy a méhek leszették a virágokról, tehát nincs kiszárítva, ez ugye a nyers virágpor. A nyers virágport, mivel ugye minden benne van, amit a természet beleteremtett, hogy ne romoljon meg, méhűtőben kell tárolni. A méhűtőben a nyers virágpor nem fagy meg, mivel kevés benne a víz, tehát ahogy kiveszik a méhűtőből, már egyből lehet is enni. Ha élvezni szeretnéd a méhészeti termékek terápiás hatásait, akkor azt tudom mondani, hogy mindenképpen nyers formában fogyaszd őket, tehát nyers mézet és nyers virágport egyél, vagy például friss, tiszta méhpempőt. A tiszta méhpempő olyan méhpempő, ami ugyancsak abban a formában van, ahogyan azt a méhek létrehozták, tehát nincs kitéve a modern feldolgozóipar semmiféle eljárásának, hanem egyből bekerül abba az üvegcsébe, amit te megkapsz. A tiszta méhpempőt is hűtőben kell tárolni. De visszatérve a mézre és a virágporra. Ha személyesen vásárolsz mézet, a színéből tudod megállapítani a minőségét. A pasztorizált, felhevített mézek általában világosak, majdnem átlátszóak a színük. A nyers méznek a színe erőteljes, illetve sokszínűek. Tehát a különböző virágporokról gyűjtött mézeknek erőteljes, határozott színe van. A hárs és az akác ugye sárga, a levendula méznek narancsos, esetleg kékes színe van, a tölgyfa méznek erőteljes sötétbarna vagy akár fekete színe is lehet. A gyógynövények és a gyümölcsfák virágairól készült méz általában teljesen fehér színű. Tehát a valódi méznek erőteljes, határozott színe van, és általában meg van keményedve, tehát kristályosodott állapotban van. Ha egy méhésznek a standjához odaállsz, és van 15 féle méze, melyek közül mindegyik folyékony állapotban van, akkor szinte biztos, hogy egyik sem nyers méz, így maximum édesítésre használhatod őket, de terápiás célokra nem igazán. A nyers méz és a nyers virágpor a természet két legjobb szuperfoodja. A méz egyébként a természet egyetlen olyan ember által fogyasztható anyag, amely elméletileg, ha megfelelően van tárolva, soha nem romlik meg. A 20. században feltárt több ezer éves egyiptomi piramisokban és sírokban is találtak olyan mézet, mely ehető volt. Mind a virágpor, mind a méz tele van enzimekkel, melyek elsősorban az emésztésünk minőségén tudnak javítani. És ez azért jó hír, mert nagyon sok embernél a különböző egészségügyi problémákat a nem megfelelő hatásfokú emésztés okozza, melyen az enzimbevitellel ugye változtathatunk.
enzimek hiányában nem bomlanak le megfelelően az ételek, a gyomorban így emésztetlenül kerülnek át a belegbe, ahol rengeteg problémát okoznak, mely végső soron gyulladásokhoz vezet. A nyersvirágpor az enzimeken túl tele van polifenol vegyületekkel is, melyek azon túlmenően, hogy a szív- és érrendszer működését támogatják, rendkívül fontosak az emésztőrendszerünk számára is. Például a kvercetin csökkenteni tudja a belegben és a gyomorban lévő gyulladásokat, illetve segíthet az áteresztő bélszindróma megszüntetésében is. Fekék esetén érdemes nyers mézet enni, mivel a gyomorban, illetve a belegben lévő sebeket, csak úgy, mint a külső sebeket, a méz jól tudja regenerálni. A nyers méz hatását felülősíti a dió, az almecet, a citromli, a mandula, vaj és a tej. Például születlen almecetről, citromléből, nyersmézből készült ital egy hatékony baktérium ellenes plusz gyulladás csökkentő ital, amit naponta fogyasztva megtámogathatod az emésztőrendszeredet abban, hogy eltávolítsa a nem kívánatos kórokozókat. A nyersméz és a dió együtt pedig magas vérnyomás, illetve magas LDL koleszterin szint esetén tud jól működni. A tej és a méz együtt serkentik a melatonin termelődését, így lefekvés előtt fogyasztva őket gyorsabban el tudsz aludni, illetve jobban is tudsz aludni a hatásukra. A nyers virágpor egy biomultivitaminként használható, belőle a mikrotápanyagok sokkal jobban beépülnek a testünkben, mint a mesterséges készítményekből. Keverhető például joghurtba, használható turmixokhoz mézzel is lehet keverni. A nyersméz és a nyersvirágpor kiváló táplálékok edzések előtt és közben is. Például azért, mert a nyersméz lényegesen jobban adagolja az energiát a testünknek sok más édesítőszerhez képest, mint például mint mondjuk a maltodextrin. A nyersvirágpor pedig azért jó a sporthoz, ha ezzel, mert a benne lévő rengeteg polifenol vegyület nagy hatásfokkal csökkenti a szabadgyökök számát, így ugye csökkenti az oxidatív stressz esélyeit. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit ehhez a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásodba, mert így másoknak is segítesz vele. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a nyersmézről és a nyersvirágporról volt szó. Köszönöm a figyelmet, az egészség legyen veled!